Megint belenyúlok a tutiba ezzel a témával, már most tudom, az első másodpercben, de egy számomra független oldalon találtam egy posztot, és azt mondtam, hogy ezt így lementem. Egy ilyen motoros adásvétel oldalon, ott van egy kipufogónak a képe, szanaszét rommá van törve a kipufogó, szöveg mellette, sziasztok, nem mindennapi kérdés, de hát ha tud valaki segíteni. 2020-as Ducati Panigale V4 S-hez keresek leömlőt, mert a mostani kicsit megfáradt, a segítséget előre is köszi. Nem az az első, amiben belefutottam, hogy Panigale, V4 Panigalékon 5-7000 kilométerenként szakadnak szét a kipufogót könyökök. És erre mit mondjak? A minőségi gyártás? Vagy tudom, hát Ducati el kell fogadni, hogy 5000 kilométerenként széthullik rajta egy 1,5 milliós rendszer. Nem? Rá kell költeni. Ez mindig meg lehet indokolni ezzel. Akkor gyakorlatilag minden szart megvehetsz, csak rá kell költeni. Csak mondjuk 3000 kilométerenként vegyél új főtengelyt, meg blokkot bele, meg új kasznit, meg vázat, mert hát csak az annyit bír. Csak jó az, csak pénzt kell rá költeni. Na. Nem folytatom, majd leírjátok kommentbe a véleményeteket erről, hogy most akkor hol az a határ, amire azt mondod, hogy a gyártás minősége, meg hogy mennyi pénzt kell rálocsolni arra, ami nem bírja a strapát, és hol van az a határ, amire azt mondod, hogy hello, itt van az, amikor azt mondjuk, hogy ez már a fos kategória és a szar, mert túl drága és túl sokba kerül, és persze nem az a probléma, hogy neked kevés pénzed van, hanem az, hogy van értelme bizonyos termékeknek, hogy maga a fenntarthatósága az megközelíti már mondjuk pár éven belül a motornak az árát. Ez normális dolog, szerintetek?